Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 10 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Csillagkapuról. Kérlek, amennyiben tetszett a videó, egy feliratkozással támogasd a csatornát. James Spader úgy nyilatkozott, hogy borzalmasnak találta a forgatókönyv első változatát, és pont azt keltette fel az érdeklődését, hogy mennyire rossz. Ezután találkozott a rendezővel, és lenyűgözte annak szenvedélye a mozi iránt. Hozzátette, ezek után úgy vélte, hogy izgalmas lehet a közös munka, ugyanakkor elsősorban mégiscsak a pénz miatt vállalta a filmet. Kurt Russellnek szintén nem tetszett a forgatókönyv első változata, és vissza is utasította a megkeresést. Ugyanakkor végül őt is sikerült meggyőzni egy megfelelően vastag csekkel. Dean Devlin, a forgatókönyvíró, illetve producer úgy nyilatkozott, hogy a színészeknek valószínűleg az volt a baja a szkrifttel, hogy ez egyfajta első változat volt, melynek nem sok köze van a film végső verziójához. Az első tesztvetítések katasztrofálisan sikerültek. A közönségnek nagyon nem tetszett a film, és nem is igazán értették a sztorit. Ennek leginkább az volt az oka, hogy az idegen nyelvű részeknél nem volt felirat a filmen. Ezek után nem csak hogy feliratot készítettek, hanem ezekben a szövegrészekben magyarázták a sztorit is. Amikor így újra levetítették a filmet, a közönség nagy része pozitívan reagált. Észak-Amerikán kívül egy olyan előzetesen reklámozták a filmet, melyben több olyan snitt is van, ami nem szerepel a mozi verzióban és a későn megjelenő rendező változatban sem. Ezek az extra jelenetek elsősorban Rayhez és testőreihez, illetve a Csillagkapu működéséhez kapcsolódtak. David Arnold úgy nyilatkozott, hogy egy lemezboltban dolgozott, amikor megkeresték, hogy komponálja meg a mozi zenéjét. Roland Emmerich ugyan kedvelte munkásságát, de egyáltalán nem bízott abban, hogy el tudja készíteni egy ilyen nagy film muzsikáját. Azonban a végeredmény annyira meggyőzte a direktort, hogy David Arnold készítette később a Godzilla, illetve a Függetlenség napja zenéjét is. A rendező később úgy nyilatkozott, hogy leginkább az bizonyítja, hogy milyen jól sikerült a Csillagkapu zenéje, hogy azóta is többször újra használták előzeteseknél. James Brown I Feel Good-ban hallható sikolyát effektként felhasználták annál a jelenetnél, amikor az idegen átveszi az irányítást a fiatal fiú teste felett. Amikor a szereplők megérkeznek a bolygóra, fura bölényszerű lényekkel találkoznak. Nos, valójában ezeket lovak játsszák jelmezben, illetve néhány jelenet rögzítéséhez kutyákat öltöztettek be. 1995-ben az alkotókat, illetve a stúdiót beperelte egy középiskolai tanár. Állítása szerint az egész sztorit az ő kéziratából lopták, melyet még főiskolásként kezdett el írni. Sőt, az egyik professzor is kiállt mellette, aki annak idején olvasta a kéziratot és tanácsokkal látta el. Hivatalosan a kézirat sosem került Roland Emmerichhez, azonban az igaz, hogy a tanár 1984-ben beadta a Foxhoz, akik visszautasították. A bírósági keresés során a tanár arra hivatkozott, hogy valahogy kézirata a stúdiókanálhoz került, akik megbízták Roland Emmerichet, hogy rendezzen belőle filmet Csillagkapu címmel. Összesen 140 millió dollárra perelte Roland Emmerichet, Dean Devlint, az MGM-et, illetve a stúdiókanált. Végül peren kívül megegyeztek, és a tanár 50 ezer dollárt kapott. Azonban ennek ellenére 2013-ban regény formájában kiadta saját verzióját. A Rayt alakító Jay Davidson első filmje a sírójáték volt. A fiatal fiúnak nem igazán tetszett a színészet, illetve az a körüli felhajtás, így amikor először megkeresték részszerepével kapcsolatban, visszautasította. Végül teljesen irreális fizetési igényt támasztott, azonban legnagyobb meglepetésére kifizették az 1 millió dollárt. Így elvállalta a filmet, de utálta az egész forgatást. Zavarták a jelmezek, a filmeseket pedig az, hogy egyáltalán nem volt együttműködő. A forgatás után tulajdonképpen visszavonult a színészettől, azóta csak egy rövid filmben, illetve egy tévéfilmben tűnt fel. Annak idején, amikor megjelent a Csillagkapu, valamit félreértelmezett a mexikói forgalmazó, és az Idő kapuja címmel küldte moziba. Így az ottani közönség leginkább a cím miatt nem nagyon értette a sztorit. Ray ragyogó szemeffektusát később adták hozzá a kópiához, ugyanis a tesztközönség úgy vélte, hogy nem tűnik elég idegennek. Miközben Dr. Jackson beszél, egy bekiabáló azzal hecceli, hogy vajon az atlantisziak építették-e a piramisokat. Nos, később a sorozatból kiderül, hogy ugyan a piramisokhoz nem, de a Csillagkapuhoz volt közük. Ugyan nem ezzel futott be, de ez volt az első jelentős szerepe Jaimon Hansunak, Horuszt alakítja a filmben. Ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Csillagkapuról, remélem tetszett, ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálhatod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra.
Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!